Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Az alsó integrál közelítő összeg, melynek jele kis sb, és a képlete az summa i egyenlő 1-től az n-ig, az m-észer xi minusz xi minusz 1. Azaz, hát a kis tégalapoknak a terület összegét vegye meg. Ahol, hát nézzük, hogy mi mit jelöl. Tehát ahol van egy adott, mondjuk egy fx függvényünk, mely folytonos kell, hogy legyen. Egy adott, mondjuk legyen AB intervallumon. És akkor ennek beosztása, tehát hogy ennek az intervallumnak a beosztása lesz B, ezt B-vel jelöljük. És itt A egyenlő x0, kisebb, mint x1, kisebb, mint x2, és így tovább, egészen xn-ig, ami a egyenlő b-vel. Illetve, tehát, bocsánat, ezzel, ezt adtuk meg, ezért igazából ezzel ezt magyarázni meg, ez az xi minusz xi minusz 1-et, illetve ez az mi, pedig azt jelöli, az mi egyenlő a minimuma az fx függvénynek az i-edik intervalluman, tehát x eleme, xi minusz 1, xi, így. Most nézzük meg a hy függvény minusz egy 3 intervallumon vett alsó integrál közelítő összegét. Igazából ugyanezt az összeget írjuk fel, tehát sb egyenlő summa i egyenlő i-től n-ig, m-i szorozva, y, itt figyelni kell, hogy itt a változónk y, tehát y i minusz y i minusz 1. Ahol a függvényünk ugye megvan adva, most nem tetszőleges, nem adott függvényt veszünk, hanem az adott függvény ez a hy függvény. Itt ahol a hy függvény folytonos kell, hogy legyen a mínusz egy három intervallumon, ugye úgy, ahogy az előbb az AB intervallumon, most a mínusz egy három volt megadva, és ezért illetve a mínusz egy három intervallumnak egy B beosztása lesz a, tehát igazából ezzel ezt tegyük meg, a mínusz 1-3 egy B-beosztása lesz, ahol mínusz 1 egyenlő y0, kisebb, mint y1, kisebb, mint y2, és így tovább, egészen yn-ig, ami egyenlő 3-mal. Illetve, ugye itt az mi-t úgy tudjuk megadni, hogy az mi egyenlő a hy függvényünknek, tehát ennek a függvénynek a minimum helye, a értéke, bocsánat, a minimum értéke az i-edik intervallumon, tehát y eleme, y minusz i minusz 1, y i intervallum.